Következik egy teszteléssel kapcsolatos előadás. Én nagyon fontosnak tartottam, hogy ha bár szoftverről beszélünk, akkor essen szó valamilyen kontextusban. Megengedhető-e figyelmen kívül hagyni a tesztelést? Teszi föl ezt a költői kérdést. Hargitay Zsolt, teszter lab, mert én azt mondanám, hogy nem, bővebben nagyon nem. Parancsolj, tiéd a szó. Van. Köszönöm szépen. Sziasztok! Lesz az előadásban néhány hivatkozás, kimutatás, hogyha azt nem tudjátok elolvasni, akkor az utolsó záró szlájd után lesz a referencialista, illetve megtaláltok a teszterlap standjánál később, hogyha bármelyikre szeretnétek visszatérni. Úgyhogy kezdjük is. Hargitay Zsoltnak hívnak, a Teszterlab egyik alapítójaként teszteléssel foglalkozunk. Emellett nekem a szakmai múltam az, hogy 17 évig voltam a Lufthansa-nál különböző tesztelési szerepkörökbe. Mellette pedig a Teszterlabot jelenleg úgy erősítem, hogy képzésekkel foglalkozunk, erőforrásokkal, illetve projektekben veszünk részt, és támogatjuk a megrendelőink ilyen szakmai kihívásait és igényeit. Emellett pedig olyan non-profit szervezeteknek vagyok tagjai, mint például az ISTQB, amely a világ legnagyobb szakmai teszteléssel foglalkozó szervezete, a HTBN-nek a magyarországi tagszervezete, Hungarian Testing Board, illetve a TMMI, az pedig azzal foglalkozik, hogy a világon legelterjedtebb tesztelési, folyamatfejlesztési módszertan. Emellett pedig a gyakorlatban a projekteket támogatom tesztmenedzserként, cégeket folyamatfejlesztéssel segítem, illetve a tesztelőknek képzéseket nyújtok. Úgyhogy most a tesztelésről lesz szó, és egy kicsit visszatekintünk a tesztelés elmúlt évtizedeire, akkor azt lehetne látni, hogy elindult valamikor régen, abba az időszakba, abba a fázisba, abba az érettségi színbe, hogy tulajdonképpen nem volt tesztelés, a fejlesztők a saját munkájukat ellenőrizték, tesztelték. Ez volt a debugging időszak, aztán átterelődött a figyelem arra, hogy a követelményeket szerették volna körbejárni több szempontból, majd későbbiekben a hibákra terelődött át a hangsúly, hogy minél több hibát találjanak, aztán pedig a termék minőséget kicsit kiszélesítették, több szempontból akarták körüljárni, majd egy nagyon okos módon, ezt meghaladva a megelőzésre került a hangsúly, hogy ne is kerüljenek nagyon be hibák az egész szoftverfejlesztési folyamatba. Úgyhogy így látszik, hogy a sok-sok évtized alatt eljutottunk a nem teszteléstől a megelőzésig, ami rendben is van, de innen akkor hogyan tovább? Hogyha megnéznénk azt, hogy ezekben az évtizedekben hogyan fejlődött maga a kódbázis, akkor ilyen nagy számok törvénye alapján, ilyen kimutatások alapján azt lehet látni, hogy nagyjából két évente megduplázódik az a kódbázis, amivel a cégek dolgoznak a különböző termékekkel kapcsolatban. Régi rendszereknél kevés, néhány ezres kódsor, a 10 000 már soknak számított, manapság pedig a több milliós kódsor jellemző a termékeknél. Hogyha ekkora volumenre nőtt a kódbázis, akkor visszanyúlunk Humphrey törvényére, ott a ottani kimutatások alapján azt lehet látni, hogy 10 kódsoronként jelenik meg egy hiba, úgyhogy ha ezt összevetjük a sok milliós kódsorral, akkor láthatjuk, hogy elég sok. És ennek az 50%-át ugyan megtalálják a fejlesztők, de a többi átkerül a teszteléshez. És a tesztelők még sok-sok hibát megtalálva, még mindig az látható, hogy az összes kód kb. 15%-a eléri a végfelhasználót, amit egy kis kalkulációval, kiszámolva még mindig azt mondhatnánk, hogy még mindig sok. És rendben van, de ez most a mi életünkben hogy jelenik meg, hogy csapódik le, úgy, hogy lehet látni, hogy ez a mi életünkben is megjelenik, akár hoztam ilyen általános példákat, hogy akár a mobiltelefont, ahogy nyomkodjuk, ott is előjöhetnek olyan hibák, amiket mi is átélünk, holott elvileg le volt tesztelve. Úgyhogy fölmerül a kérdés, hogy mit lehet ezzel tesztelni, illetve még egy kérdés, ami sokkal konkrétabb kérdés, hogy ez mennyibe kerül. Erre, ezzel és a hibák elemzésével foglalkozott egy a Tricentis cég által kiadott report,
ami 2019-es, és ott az egy évben ilyen nyilvánosságra került hibákat elemeztek, de nem az összeset, mert ez ugye egy év alatt sok millió lenne, hanem csak 606 hibát elemeztek ki. És ebből a 606 hibából, annak a részletes elemzésével kimutattak olyat, hogy ilyen áttételesen a hibáknak a hatása az kihatott mondjuk az emberiség felére. Meg hogy hány száz évet töltött el az emberiség azzal, hogy ezeket a hibákat valamilyen formában, valamilyen szempontból kezelje. De itt most a kérdésem az előző szlájdon az volt, hogy ez mennyibe került az emberiségnek, és kimutatás alapján ennyi. Ez egy olyan szám, amit még az ember azon gondolkozna, hogy hogy kezdjen el kiolvasni, vagy hogyha leírnánk, akkor egy A4-es majdnem betöltene. Foglaljuk össze röviden, sokba került. És hogy mit lehet ezzel kezdeni? Ezt nézzük meg, hogy akkor a szoftverfejlesztés, ahhoz kapcsolódó hibaszámok és a termékek, amiket akár naponta használunk, hogy néz ki? Hát, hogyha megnézzük a terméket, és ahogy a termékek fejlődnek, meg a szoftver kapcsolatát, akkor néhány példát hoztam arról, hogy a régen ebbe kevés szoftver volt, míg az új termékekben sok szoftver van. Ugyanúgy az autóiparból is hozhatnánk analóg, és ilyen gyakorlatilag teljesen digitalizált példát, vagy például, ez aztán igazán analóg, ez is elfejlődött addig az időszakig, vagy addig a mértékig, ahol már internetre kötött mosógépet akár innen tudjátok irányítani a teremből. Szóval mit láthatunk itt ezeken a példákon keresztül? Azt, hogy a termékek nagyon sokat fejlődtek, és a fejlődés során a szoftver nagyon-nagyon hangsúlyos területet, nagyon hangsúlyos területre lépett elő. Sőt, kimondhatnánk azt is, hogy ma arra mondanánk, hogy jó termék, hogyha jó az abban lévő szoftver. Ugye itt ez a szoftver határozza meg a termék minőséget. Gondoljatok egy kicsit arra, hogyha van egy telefon, most már nem az a nagy flash, hogy néz ki, hanem az, hogy működik, hogy mit tudtok vele elérni, milyen funkciói vannak. Tehát ez így az évtizedek alatt átterelődött a szoftverre, hogy valamire azt mondjuk, hogy ez igazán kiváló termék. Úgyhogy a trendeket nézve még tovább folytathatnánk azzal, hogy megjelent 2019-ben a Google által bejelentett kvantumfölény. Nézzétek meg ezt az idézetet, mert ez eléggé sokkoló. Arról van benne szó, hogy egy problémát oldottak meg ezzel a módszerrel, ami a hagyományos elven, azaz az általunk ismert módokon, szuper számítógépeknek több tízezer évbe telt volna. Megnézzük ezt a helyzetet, hogy hoppá, ilyen már létezik, és akkor ez elkezdett azóta már terjedni is, hogy akkor mi lesz az életünkkel? Mi lesz azokkal a security beállításokkal, passwordökkel, amiket napi szinten használunk? Hát az gyakorlatilag mehet a kukába, és teljesen új gondolkodásra van szükség, de mindemellett azért néhány szlájddal ezelőtt pont azt mondtuk ki, hogy a termékekben meg ott vannak a hibák, tehát igen, nekünk fontos lesz a tesztelés. Fontos a mesterség és intelligenciánál, igen ám, de a mesterség és intelligencia teljesen más módon kell megközelíteni tesztelési szempontból, mint az eddigi hagyományos rendszereinket. És most ugye azon belül pedig itt van ez a ChatGPT, ami pedig pontosan arról szól, hogy ezt a mesterséges intelligenciát hogyan aknázzák ki az olyan nagy cégek, mint ahogy most a Bingbe próbálja beépíteni a Microsoft. Ez néhány usernek már el is érhető, de ugyanez azt is okozza például a Google-nél, hogy megnyomták a piros gombot, hogy hoppá, ez már nagyon durván kihathat az ő termékeikre, az elfogadottságra, a piaci lefedettségre. Úgyhogy ha megnézitek csak ezt a néhány kiemelt példát, már akkor is látszódik, hogy egy tesztelőnek ezekben az új körülmények között, vagy ezekben az új helyzetekben máshogy kell viselkednie.
és hogy ilyen helyzetben igenis el kell abba az irányba mozdulnunk, hogy új, komplexebb technológiákat, komplexebb helyzeteket is értsenek meg, tudjanak földolgozni a tesztelők. Úgyhogy a háttérben, amivel talán találkoztatok, talán nem, ott áll az ISTQB, ami a világ legnagyobb szoftver tesztelői szervezete, olyan szempontból, hogy ő adja ki a certifikációkat és a hozzá kapcsolódó módszertant. És ez az ISTQB például a volumenit tekintve 2021-ben lépte át az 1 millió vizsgázót, és 2022-ben az 1 millió kiállított certifikációs számot, és ugye, ahogy mondtam, hogy egyre újabb területeket kell lefedni, annak alapján ez bővíti is a palettáját, a portfólióját, tehát agilis modulok, autóipar, automatizálás, usability néhány kiragadott példa, amire ad megoldást, hogy egy tesztelőnek mire kell figyelnie, mit tudjon, tehát hogy a tudás szinten támogassuk a tesztelőket. Igen, de hogyha csak a tudást támogatjuk, az nagyon jó kiindulási pont, de kell még valami. Méghozzá az, hogyha megkapjuk a tudást, az jó, de még a folyamatoknak a kontrolljára szükség lesz. Ha folyamatokat nézünk, akkor pedig azt láthatnánk egy cégen belül, és az igaz a teljes termékfejlesztésre, de azon belül a tesztelésre is, hogy ezeket a szinteket, bármilyen gyakorlatot, amit a tesztelők követnek, ezt fejleszteni lehet. Értsétek úgy, hogy kis cégnél, közepes cégnél, nagy komplexitású rendszernél, kis komplexitású rendszerek esetében is ezek megvalósíthatók. Ez támogatandó, nagyon sok módszertan létezik, és a legtöbbje az tesztelés fókuszú, vagy valahogy kapcsolódik a teszteléshez, és ezeken belül ki lehet ragadni azokat a módszertanokat, amik dedikáltan, célzottan a tesztelést fejlesztik, a folyamatokat, és azon belül az agilis környezetre is könnyedén, irányítottan, célzottan ráhúzható. A gond az valahol itt a kettő között áll meg, ugyanis az IT döntéshozók nem mindig ismerik, hogy van ilyen módszertan, hogy lehet mit kezdeni a teszteléssel, hogy igenis előre lehet lépni a tesztelésen belül, és így gyakorlatilag már föl lehet emelni a stratégiai szintre, amikor eldől igazából a scope, time, cost, ilyen hármasa, és úgy lehet csökkenteni a költségeket, hogy mellette még a minőség javul is. Hát ezt akarják a cégek. A döntéshozót megkérdezünk, mi mást? Tehát ebbe lehetne azt mondani, hogy igen, van erre támogatás, van megoldás. Hoztam egy hazai példát. Egyik cégnél, hogy megnézitek ezt az ábrát, akkor azt lehet látni, hogy itt a tesztelés föl van osztva 16 kulcsterületre, olyanokra, mint mondjuk metrika, teszközök, tesztkörnyezet, és arra vonatkozó néhány szempont szerint el lehet dönteni, akár ilyen grafikus report formájában is, hogy akkor ez most hol áll ez a cég. Ami zöld, az a nyilván elégedett volt az auditor, ami piros, ott pedig azt lehetett látni, hogy ezt inkább javítani kéne. Ez volt 2020-ban. Egy évvel később, illetve másfél évvel később pedig íme az eredmény. Óriási javulás, másfél év alatt úgy, hogy ez akár ti most gondolom, hogy ilyen ránézésre is, azonnal lehet dekódolni, hogy hoppá, ez egy szignifikáns előrelépés, és ez persze megérzi az adott cég, ki lehet mutatni hibaszámokba, trendekbe, költségekbe, volumenbe, emberek hozzáállásába, mindent le lehet képezni. Ezek a módszertanok tulajdonképpen ezt adnák az IT döntéshozók kezébe, hogy ilyen riporton keresztül azt lássák, hogy évente hogyan lépkednek előre, mennyivel lesznek jobbak. És az emögötti módszertanok egyike a TMMI, ami felmérést készített, így a világra kiterjedően, és ilyen válaszok érkeztek, 88% a válaszadóknak érzi azt, hogy a terméke egyértelműen jobb minőségű lett.
77%-a, hogy gyorsult, olcsóbb lett, gördülékenyebb lett a tesztelés, és a sok cég számára, gondoljunk autóiparra, vagy gyógyszeriparra, vagy ilyen kulcsfontosságú területnél, ott nagyon fontosak az olyan fajta megfelelések, hogy a törvényi előírások mit mondanak, annak a megfelelése gyakorlatilag létfontosságú. És ott is 84% azt mondta, hogy ez egyértelmű előrelépés történt. Úgyhogy ebbe a környezetbe mire figyeljen egy vezető? A problémát ki kéne küszöbölni, hogy ő most rálát vagy nem lát rá. Ezt egyébként egy viszonylag egyszerű és rövid, de irányított beszélgetésen keresztül lehetne eszközölni. Utána pedig ezt az információt bele is kéne tenni abba a stratégiai gondolkodásba, amikor mondjuk éves büdzsét terveznek, tehát ilyen nem projektre, hanem akár így a cég szinten egy ilyen egy, akár három éves volumenbe beszélnek, vagy ilyen időtávra, már beletehetnék a tervezéseikbe, a gondolkodásukba, és fontos lenne az, hogy a tesztelés, és így egyáltalán a minőségbiztosítás minél hamarabb jelenjen meg a folyamataikba. Tehát ne csak a folyamat végén kerüljön föl az a kérdés, vagy kerüljön terítékre, hogy na, hogy fogunk tesztelni, mit fogunk tesztelni, hanem már a tervekbe szisztematikusan kerüljenek bele. Az egyik legfontosabb üzenet ma az az lenne számotokra, hogy ne gondoljátok azt, hogy egy folyamatfejlesztés, egy ilyen irányított tevékenység, ez csak a nagy cégeknek jó. Hogy akkor ilyen több ezres munkavállalás, és akkor több száz tesztelő. Nem, ez nem igaz. Ha valamilyen cégben akár csak egy tesztelő van, és egy valaki foglalkozik a teszteléssel, már ott megjelenik annak a kérdése, hogy jó, de az adott cég mennyivel többet ki tudna hozni, ha csak egy tesztelő tesztel. Mi van akkor, amikor 3, 5, 10, 15, 50, 100, akkor a volumen ugye megnő, és bejön egy komplexitás a képbe, mert amikor már 150-200 tesztelő dolgozik egy üzletágba, akkor ugyan ők mennyire egységesen dolgoznak, mennyire egységes folyamatokat követnek, abszolút megjelenik ennek a kérdése, és ezt a módszertan nem csak hogy kezeli, hanem ugye itt az előbbi grafikai példán meg is mutatja. Amögött egy részletesebb riport pedig még jobban lebontja azt, hogy akkor hány darab, hány százalékra van lehetőség. És az egészet erre a blokkra, az üzenetet kihegyezve, agilis környezetben is releváns. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, további szép napot!